keeping it real, you know what I'm saying? Go. Üdvözlöm minden kedves nézőmet! Ez itt ismételten Farm Simulator 2015, és legutolsó videóban a faültetés utolsó egyik sorát éppen befejeztem, majd kivágtam pár fát. És ugyanonnan fogjuk folytatni tovább, de mindezek előtt gépeken körül kell néznem. Ó, ezek nem csinálnak semmit. Ő befejezte a munkát, és ezért át is visszük egy másik területre. Hozzá azért, hogy hasznosan teljen az az idő, amit itt tölt. Pár fa sikerült az útra ültetni, meg ilyesmi, de azok úgyis ki lesznek vágva rögtön, úgyhogy teljesen mindegy. Itt jó ez, amit ültet a gépezet, úgyhogy ennek itt vannak egy kis összeakadásai. Barátunkkal, ezért nem csinált semmit. Várjál, de menjünk csak vissza. Igen, és ő mit csinált? Ő befejezte ezt a fönti területet. Úgyhogy mehetünk még följebb. Ez teljes mértékben jó nekünk, úgyhogy úgyhogy ennek örülök. Ezt egyébként össze lehet zárni, hogy ne legyen ilyen bazi nagy állat. De ha szerencsém van, akkor pont el fog férni. Így. Pont nem. Nincs szerencsém. Értem. De itt nem fog elférni viszont. Hát itt nem. X-et nyomjál már. Aha, oppá. Így már viszont elfér simán. Viszont nem akarom, hogy teljesen összezárjam, mert már is itt az első terület, amit kezdhetünk bedolgoztatni. És már megy is a munka. Ez a barátunk itt dolgozik, de nincs begyűjtve a bála, úgyhogy nem tudjuk garantálni a munkát. Össze kellene szedegetnem az összes bálát róla, ahhoz, hogy el tudja kezdeni a melót. És ráadásul mindjárt meg is telik a bálagyűjtő. Úgyhogy ez elég gyenge lesz. Ugye 100%-on is vagyunk. Egy O betűvel is kezdem kinyitni, hiszen csak ide leszórjuk mindig a bálákat. És most is ez fog történni. Nagyon helyes, boruljon is szét. O betűvel ismételten összezárhatjuk az eszközt. És mehetünk tovább. Továbbá, mivel hogy itt ez itt nincs kész, ezért ezzel a géppel se tudok itt mit kezdeni. Úgyhogy itt marad. Nem sokára ezt a területet tényleg lehet ezt elkezdeni, csak össze kell rajta kapirgálni gyorsan az összes bálát. Hát igen, a bálázás végül még mindig nem fejeződött be, tehát ez egy olyan dolog, ami még mindig tart. És ez eléggé nagy probléma jelen pillanatban, hiszen most olyan dolgokat csinálok, ami mellett jó lenne, hogyha haladna más is.
És emiatt így a... Így ez a dolog, ez így nem teljesen felel meg annak, hogy haladjon is minden, meg legyen is. És még a tehenekkel nem foglalkoztam olyan szinten, hogy már elő van készítve nekik az etetés, az etető technológiák, meg az ilyesmik. Csak még nincsen maga az elkészítve, hogy ténylegesen ők most már tudjanak ebből úgymond, hát még nem csináltam nekik rendes kaját. Viszont már el van kezdve, nem sokára egyébként odaérek, hogy most már a trágyát is fogom tudni tőlük hordani. Na, ez egy 100%-ot kapott, viszont nem tudom eltüntetni magamtól azt a bálát. Nagyon helyes, végre eltűnt. Ugye ez egy befüvesített terület lett, itt szintén fa lesz ültetve, így nem lesz senkinek... Vagy itt nem lesz akkor semmi probléma vele. Úgyhogy ez nagyon... Nagyon jó. Ezt így menet közben eldobtam, mert nem kellett. Összehajtogatjuk a cuccot, szintén itt van ez a gép. És vizsgáljuk meg a területet és a környezetét, hogy nem maradt bála. A területen még maradt az a 4 darab. Viszont a környezete is fontos, hiszen amikor a gép meg fog fordulni, akkor tudja, hogy az összes bálát be fogja sodorni a területre. Igen, ezen át kellett mennem, tényleg. A létező összes bálát be fogja hozni a területre, úgyhogy jó lenne, hogyha ezt így elkerülnénk már most. Most, hogy itt járok, akkor a messzebb lévő bála ott maradt egy az úton. Ez is pont amiatt került oda, amit most mondtam, hogy kisodorta idáig a gép, mert ráakadt és addig dolgozott, ameddig ezt így rá nem ment. Úgyhogy már is vizsgáljuk végig a területet. Ugye nagyjából eme oldalt itt nem láttam bálát. A eme oldalt kéne megnézni, mert ame oldalt már rég megvás valami mit. Na, tehát ott már rég befejeztük a területet. Eme oldalt pedig én nem látok bálát egyáltalán. Ezeket látom, de hát ezeket nincs értelme felszedni, mert ők elég mélyen vannak, tehát... Bálázásra is lehet egyébként haladni, ha van ki csinálja. A bálagyűjtéssel pontosabban, mert most csak a bálagyűjtés van hátra. Bálázás volna, menjél már, szedd már föl. Úgyhogy igazán ez nem egy nagy dolog. Csak ugye sok időt vesz igénybe. És most ezt azért csinálom egyébként még ezen a földön is, mert akkor így ama végét el lehet kezdeni, és ez elég sok terület. Majd a következő részben még esetleg úgy fogom csinálni, hogy azt a területet is megcsinálom. Akkor még el is szállítom, mert még beleférünk az időbe, úgyhogy át is alakítom a járművet lepakolásra. El is indítom mindjárt a másik területre a gépet, és minden rendben lesz. Az gyönyörű szép volt. Na, beakadtunk egy bálába. Nagyon szuper. Ezzel megvolnánk. Mindig kerülnünk kell a gépet. És útba is lesz, hogyha én ezt azt akarom, hogy itt rendesen történjenek a dolgok. Bál a gyűjtést, én úgy láttam, hogy itt tudnánk még... Itt van, na, berekedek.
Itt vannak még bálák. Őket kéne összekapirgálni, és akkor... Meg is lesz csinálva rendesen. Jó, viszont nem bálázásért vagyok itt, úgyhogy vissza fogok szépen shift tabbal menni arra az eszközre, amelyre nekem szükségem van. Erre van szükségem, és a munkást már is beállítjuk dolgozni. Ez itt szintén elvégezte a dolgát, hiszen egy igen minimális területről van szó. Mutatjuk azt, hogy kis területről van szó. Ezt megpróbáljuk elvégeztetni ezzel a munkással. A munkás ugye dolgozik, ez végzett, viszont útban lesz a következő munkafolyamatok során. Úgyhogy őt át is állítjuk a másik irányba. Továbbá a frissen vásárolt kézgépek még meg se voltak mutatva, mármint úgymond még azokra nem jutottunk el. Az első 10 perc konkrétan erről szól, hogy az eddigi gépeket munkába állítom. Most kellenek a kézgépek. Igen, ez nem csinál semmit, és akkor ő is nem csinál semmit, azt el is lesz adva egyébként. Itt most nem tudom, hogy akkor ezt most megcsinálta, vagy nem csinálta, mert hogy itt az igazából kész van ez a terület, vagy valami ilyesmi van. De akkor ez is. Tehát akkor erre egyelőre nincs is szükségünk. És ugye ők az új traktorok, kapcsolok is egy lámpát, bár már 4 óra van, tehát igazándiból már nem kéne. Lassan már nem kell lesz. Nem lesz el szükség. Na mindegy, forduljunk egyet velem, mert ez így nem fog menni. És ugye ezt az ekét meg el fogom adni, hiszen az eke olyan szinten nem ér semmit, hogy az ami hihetetlen. Az a baj, hogy hibásan fordítja meg a traktort, emiatt fölborítja magát. Ergo több kárt tesz, mint hasznot. Na azt mondja, itt viszont nem ezt fogjuk ültetni, nem is ezt, hanem ezt, mert erre van szükségünk. És ezt kipróbálom, hogy micsoda is pontosan. És akkor ő az ott eldolgozik. Viszont ezzel viszont akkor tudunk kukoricát ültetni. Menet közben ki is nyitom. Itt már csak egy lámpát kapcsolok, mert túlzottan nem is kell több. Igen, ennek elég kicsi a feje, amint a nem is feje, ez mi ez? Az. Kukorica ültetés egyébként az nem csak itt van, hanem máshol is. Úgyhogy el is kezdjük. Most pont keresztbe csinálom meg, hát nem tudom mennyire lesz ez így előnyös, várjál fejezve akkor. Akkor csináljuk meg úgy, ahogy kell. Akkor menjünk így. Nagyon helyes. És akkor folytassuk tovább a ültetést. Ami ez már ugye most már nem kell lámpa, hála égnek. Hiszen nappal van, úgy mondhatjuk, hogy nappal van, hát 3 óra van. Val 3, na, 4 óra 33 van, tehát ez nem sokára már a nappalt jelenti. Szép fasorok lesznek, még fából én nem láttam egyet se kinőni. Én attól félek, hogy ez úgy fog kinőni, hogy éppen nem nézek rá, és mire visszanézek, geci nagy erdő. Aminek viszont annyira nem örülnék, tehát az annyira nem tetszene. De hát ez van, úgyhogy... És most tapasztalhattuk azt, ami nem egy túlzottan boldog pillanat, hogy a... eszközből kifogyott a... az ültetni való. Ezek a fák, ezek útban lesznek.
De mire oda elérünk, úgy addigra én úgy számolom, hogy nem is lesz akadályozva az útunk, hiszen addigra, mire ténylegesen elérkezünk odáig, hogy szükségünk lesz a kivágott fának a helyére, addigra már úgyis azonnal el lesz szállítva. Legalábbis én ezt így gondolom, hogy el kéne tudnom szállítani addig. Aztán majd kiderül, hogy hogy jön össze, meg mint jön össze. Egyébként elég szép terület, mi fa, ugye? Ezt így mind kidolgozni, ez nagyon sokat fog majd a végén hozni. Multiplayerben ugye ezt tapasztaltuk is, hiszen már a két multiplayer a hétvégén fölkerült, az előző hétvégén. És ugye ott tapasztaltuk, hogy nagyon sokat jelent az, hogyha nem is foglalkozunk a rönkök fölvágásával, hanem csak fölszórjuk őket a kamionra és úgy adjuk le. Tehát maga egy olyan fa nagyon nagy mennyiségű pénzt hoz. Ugye persze hát rönkökre vágva sokkal előnyösebb, mert könnyebb fölrakodni. Viszont én itt mindig rönkökre fogom vágni, hiszen itt már megvan az a gép, amivel ezt meg tudom tenni. Ott még nincs meg, de nem sokára meg lesz. Ráadásul nem is egy, hanem többet fogunk venni, hiszen többen játszunk. Van annyi pénz, jön annyi pénz a játékból, hogy tehát alapból keresünk annyi pénzt a fával, hogy ez simán megtörténhessen, hogy több gépet veszünk. Már ugye vettünk kamiont, azt nem tudom, valószínű, azt észrevettétek, és innentől most már gyorsabban tudjuk leadni a fát. Viszont az egész erdőt úgy kipusztítottuk, még nagyon sok fa van egyébként az erdőben, de így az utca felőli rész, tehát az út felőli rész, az szinte eltűnt. És ezt mind úgy, hogy ezt egyszerű fűrésszel csináltuk meg, mert ugye nem volt még semmilyen gép, meg még most sincsen favágó gép. Viszont nagyon-nagyon gyorsan haladtunk vele így, és akkor egyikünk vágta, másik gajaszt, a harmadik, illetve hát a maradék kettő pedig pakolta, rakotta föl, aztán az volt a kis pihenő, amikor mindenki gajazott, akkor hát gondolom én, meg mert ugye olyankor nem tudnak rakodni, amikor elszállítjuk a fát, akkor általában ketten megyünk, és akkor elszállítottuk a fákat leadni, addig ők gondolom gajaztak, meg még több fát vágtak ki. Mert ugye mind a két szállításnál én ott voltam, tehát egyiket se láttam, hogy mi történik a közben ott a háttérbe. Jól van. És most jött az a pillanat el, hogy nem is tudok elmozdulni innen, hiszen hopsz, na ezt nem kellett volna. Hiszen meg kell pakolnunk az eszközt ahhoz, hogy bármi is megtörténhessen. Ez a kocsi, ez nagyon hülyén közlekedik mögöttem. Mármint ez a futó, vagy nem tudom mi. Nagyon beteg, amit művel. Így kanyarodok, és akkor így menne tovább, de mégis csúszkál a kereke, és kanyarodik össze-vissza. Úgyhogy vásárolunk egy újabb adag fát, mert szükségünk van rám, ezzel odébb állok, mert ide fogja lepakolni a sort. R betű. És nincs több hely, tehát 5 darabot tudtunk venni. Így van, és ezt fel is tudom pakolni egy oldalra. Megpróbálok sietni vele, hiszen nem sok időm van, és még szeretném folytatni. Továbbá már sikerült multiplayer részben is szerezni egy ilyen gépet,
amit ugyan farakodásra használunk, de ugye ott elég nagy mennyiségben fordul elő most fa, úgyhogy ez logikus. Hát ez sose jön össze, basszus. Na, nekem ezt kéne így lefordítani. Így. Nem értem, hogy most hogy tudom felemelni. Máskor meg miért nem. Na mindegy. Szépen megrakodjuk, és akkor folytatom tovább az ültetést. Igen hosszú folyamat, tehát így most ilyen mindenes videók lesznek. Hát nem tudom, nem szúródik föl rendesen. Na mindegy, megpróbáljuk így fölrakni. Nagyon helyes. Igen, ezt nem sikerült ráállni rendesen. Megint nem sikerült ráállni rendesen. Mindig nem sikerült. Jó, most már jó lesz. Elengedhetjük egy kicsit lejjebb. És akkor ugye most így kb. Így kísérünk alóla ezzel a mozdulattal. Egy nagyon jó játék egyébként az, hogy így ezt föl kell rakodni. Csak baromi sok időt viszel. Nem is olyan egyszerű, mint ahogy azt mások gondolják. Egyszerűnek tűnik, mert tényleg csak szúrt bele az csá, de nem megy be, meg nem emeli föl, meg ilyesmik, meg föl kell zárni, mert különben lerepül, hogyha kanyarodik ez a szar, úgyhogy kicsit érdekes, ahhoz képest egész jól megy most. Biztos megtaláltam a módját, hogy hogy kell csinálni. Szépen összekeréknyomozom itt az egész helyet. Pontosabban összejárkálom. És akkor ugye fel is pattintottam már kettőt, még nem beletelt a játékbeli órába. Erre szépen rá lehetett fordulni. Ilyenkor egy kicsit megemelkedik az eleje, mert nincsen lent teljesen. Na, még mindjárt kiderül, hogy megtanulom irányítani ezt az eszközt, vagy ezt a gépet. Nagyon helyes. Készen is vagyunk, föl is rakottuk, és még arra is van időnk, hogy folytassuk tovább a fa ültetést. Úgyhogy egy kanyarral le is vágom az utat, most nem visszük végig a betonúton, illetve az aszfaltozott úton, hanem szépen keresztbe vágjuk itt, ami egyébként nem is probléma, hiszen senkit nem zavar, és engem nem. Csak lenne új a menet közben, itt egyébként bálák szét vannak szórva, nagyon helyes. Nagy tömeg van itt, mi van itt, emberek?
kocsi. És akkor ugye megérkezett az újabb adag szállítmány. Lehet ugye csóringázni fát. Már akkor bele is húzunk, hiszen már nem sok idő van. És ezen felül még nagyon sok munka. De már egy csomó olyan apróságot, amit meg szerettem volna csinálni eddig, sikerült elkészíteni. És előrébb haladni velük. Itt már van egy facsemete, úgyhogy valahogy itt kell lesz beindítani és lehelyezni a dolgot. És így van. Csinálja is rendesen, most hála égnek működőképes a szerkezet. Úgyhogy még az út közelségében le fogok tudni helyezni egy fát, ez nagyon jó. És kb. Így ennyi is, hiszen itt már elég szélre eső a fa helye. Jó, az még ott teljesen jól van. Közel lesz az úthoz, de hát az minket nem izgat. Ez egyáltalán nem izgat. Minket egyedül az érdekel, hogy meg tudjak ezzel fordulni, csak mivel hogy a gép elég nagy teljesítményt fölveszettől, ezért nagyon lassan tudok vele mozogni. Viszont ez minket továbbra sem érdekel. Ugye mindig a második fát fogja lerakni a sorban, ami az előzővel együtt volt, és akkor így tudunk haladni. Ez legalább, ez biztos, hogy ezt így csinálja. Nem tudom, hogy miért, nekem ez nem logikus. Így nem lehet normálisan belőni, hogy fák, hogy vannak a fák, de így mindig egy sorral kevesebb van, mint amennyinek kell lenni, hát ez van. És ugye itt is lőhetünk egyszerűen egy tempomatot, és nem is kell csinálnom ugye semmit, azon kívül, hogy időnként ellenkormányzom, hogy ne húzzon le az útról. Mármint hát a helyes irányról, mert azt ez az a játék is előszeretettel csinálja, és ez nagyon jó is, hiszen így lesz igazi a hatása a játéknak, hogy tényleg egy gépet vezetek, és nem pedig csak úgy nyílegyenesen megyek. Például abból a Farm Expert játékból észre se vettem, hogy csinál-e ilyet. Ott nyílegyenesen végig tudtam menni, azt hiszem, a földön, és semmi elkormányzás nem volt. Tehát egy csomó technikai dolog hiányzott abból a játékból, ami itt viszont már nagyon régóta, konkrétan a FS11 azért elég fejlett volt már akkor. Egy csomó mindent meg tudott csinálni, amit igazándiból most már csak kibővítettek sokkal szebb grafikával, egy csomó géppel, ezzel a fa ültetőmóddal, még több háromdimenziós animációval, tehát ez egy minőségi játék. És úgy gondolom, hogy ez megéri azt az árát. Ami nem az 5000-es ára, amiért én vettem, hanem a 3000-es ára, az sokkal kecsegtetőbben hangzik. És ugye az utolsó fát ezt most fogja lerakni, és nem fér több az útig, úgyhogy itt most meg is állunk, felemeljük, és megint csak egyetlen egy fa maradt a gépben, úgyhogy ezt megint egy érdekes helyre fogja lehelyezni, de nem baj. Ez van. Az a bosszantó, hogy ugye ilyenkor most vissza kell ezt mennem oda. Nem baj, ezt megint ide rakjuk kintre. Jó, le is rakta. Vége is van. Így tudunk vele menni 14-jel kb. De... előny is legyen, én ráfordulok erre a sorra is, ezt most visszafelé csináljuk meg. Mert ez így nem lesz jó. Leengedem a gépet. És ez így megint tök random lesz, mert most megfordultam. Nem úgy csinálom, ahogy a játék gondolná. És ezért most megint más sorba teszi ki a fákat. Hát mindegy, örülök neki, de ez van. És ahogy látjuk, most már látszik az, hogy ez egy ültetvény, mármint hogy fa ültetés, mármint hogy igen. Úgyhogy ez nagyon jó, ennek nagyon örülök, hogy most már látszik, hogy mindenhol fa van ültetve. Viszonylag nagyon sok helyen egy sorba is van, de az egyébként mindegy, egy fa
ültetett fa cuccnál. És akkor ugye itt el fog jönni az a pillanat, amikor majdnem az út mellé fogunk már ültetni. De ott hagyunk egy kis helyet. Hogy ugye a géppel is hozzáférjünk majd, amikor vágjuk. De ez lesz az egyik legkirályabb hely, amit ki kell lesz vágni, hiszen a négyzetméterre jutó fák száma az nagyon nagy, és így igazándiból alig kell ezt mozogni az automata géppel, hogy valamit kivágjunk, hanem konkrétan rögtön tudunk vágni mindenféle fát, tehát ahogy vágjuk kifele a fákat, nem kell, alig kell lesz mozogni ahhoz, hogy fára találjunk, hanem rögtön lesz. Ugye ez így nem sikerült sorba lerakni. Ide fog dobni egyet. Ez itt üresen marad. És ide dobban még egyet. Sőt, még lehet, hogy az út vonalába is ki fog rakni egyet, úgy kb. Most. Így van, fel is emeljük közben a gépezetet. Egy fordulással elintézzük azt, hogy a következő sorba kerüljünk. Megint négy csemete van, tehát így azt mondhatom, hogy a egy sorba 20 csemete van, 20 fa csemete van, ami azért elég sok. Igen, az új sorozathoz igazítja itt már magát. Attól függően, hogy hol kezdem el az ültetést. Tehát egy sor 20 csemetét foglal magába. Azért 20 csemete az nem kevés. Sőt, mi több, nagyon is sok. Viszont az a helyzet, hogy nekem el kell köszönnöm, hiszen a videó ideje lejárt, úgyhogy a következő részben ugyaninnen fogom folytatni, ugyanígy, ugyanebben a felállásban. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és csősztök!